Szeretettel köszöntöm a Jászent Lászlóiakat. 2021. január 1-től az Arany János közösségi szintér vezetői feladatait én látom el. Jászent Lászlón nőttem fel, művelődés szervező, rendezvényszervezési végzettséggel rendelkezem, valamint 7 éves szakmai tapasztalattal a rendezvényszervezés terén. Az elmúlt időszak a beilleszkedésről, az ismerkedésről és a tervezésről szólt. Megismerkedtem a helyi civil szervezetek és egyesületek vezetőivel, akikkel a jövőben szorosan szeretnék együttműködni. Célom, hogy a közösségi szintér valóban a közösség szinten legyen. Egy közös kapcsolódási pont a Jászent Lászlóiaknak, ahol a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a számára kedvező kikapcsolódást, aktív időeltöltést. Jelenleg zárva tartunk, az évelei szokásos rendezvények is elmaradtak. Inkább az év második felére, nyára, illetve őszre koncentrálunk, abban bízva, hogy akkor elsőnek a szabadtéri, majd a beltéri rendezvényeket is meg lehet már tartani. Amit biztosan tudunk, hogy a szokásos május 1-i falualapítók napját, melyet a Helytörténet és Faluvédő Egyesület szervez, augusztus 21-ére toltunk át. Bízom abban, hogy hamarosan megnyithat a közösségi szintér, és újra élettel telik meg az épület. A hagyománynak számító rendezvények mellett újakkal is szeretném színesíteni a szentlászlóiak életét. Ezúton várom a lakosság ötleteit, milyen programokon szeretnének a jövőben részt venni.